Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségem, és Szívikével együtt. Egy nagyon picit halljátok, gondolom, a hangomon be vagyok rekedve, kikúráljuk. Mézes Gyömbér, Sétáló János és társai, nagyon hamar rendbe fogom hozni magam. Na, ami a lényeg, hoztunk egy nagyon finom Raffaello golyót, és ugye látjátok, van egy kis segítség is, mint a tavalyi videóban már szerepelt Miki, hiszen itt a Mikulás, de nagyon nagy szeretettel ajánlom ezt az édességet, akár húsvétkor, karácsonykor, Mikuláskor, teljesen mindegy, szülinap, névnap, hiszen nagyon gyorsan összerakható, roppannód egyszerű, és én azt mondom, ízeibe és állagba is nagyon-nagyon finom. Na, nézzük és mutatom nektek, mivel dolgozunk. Hát először is láthattok tört magyarót, ez pirított tört magyaró, kicsit lassabban beszélek, bocsánat, tehát pirított törtmogyoró, kétszer láthattok kókuszreszeléket, fehér csokoládét láthattok, nem utolsó sorban itt majd kétféle receptet ki fogok nektek írni, ez az érdekes. Tehát vagy dolgozhattok sűrített tejjel, vagy mascarponéval és plusz cukorral, tehát ki lesz ez is írva, amelyik recept nektek szimpatikus, én most sűrített tejjel fogok dolgozni. Vajat láthattok, drazsét, pirított mogyorót, török mogyorót, mandulát, ami ismételten le van pirítva, és itt a magok pirításához mondanék egyetlen egy szót, be fogom linkelni a videó alá, amikor a magokkal kifejezetten foglalkoztam egy videóban, napi hasznos, belinkelem, nézzétek meg, hogy lehet a legegyszerűbben akár a mandulát lehéjazni, lepirítani a mogyoróval, mi a dolog, tehát meg tudjátok nézni, érdemes. Egy nagyon pici kókusz aromát láthattok, na most, ha van otthon kókuszlikör, javallom azt beletenni. Pár darab papírkosár, ennyi az egész. Lényegében a receptnél egyetlen egy hőkezelés van, az a fehér csokoládé, pontosabban azzal fogjuk elvégezni, de mivel nagyon kicsi a mennyiség, nem fogom használni a vízgőz fölötti megolvasztás, teljesen felesleges, hisz tényleg nagyon kevés, egyetlen egy percre beteszem a mikróba, és már készülhet a finomság. Megolvasztottuk a fehér csokoládét, és mutatom nektek, még így forma bontóan látni benne a pici darabokat. Tehát azért is mondtam nektek, semmiféleképpen ne főzzétek meg, mert a mikróba is ezt el lehet követni. Nem kell, ez a tényleg egy perc alatt megolvad. Amúgy van többféle fehér csokoládé is akár, és a hagyományos is, aminek akár kétszer annyi idő kell, de hát természetesen más az összetétel. Na, dolgozzunk, készüljön a massza. Alaposan kitakarítjuk a tálakat. Egy nagyon-nagyon pici kókusz bele lehet vinni, és hozzá segítjük, hogy még gyorsabban ez megtörténjen. Meg is vagyunk vele, ezt a picit majd szépen még elintézzük egy kis kanállal, elnyalakodjuk, tökéletes. Jöhet rá a vaj, ez is puha vaj, konyha melegen tartott, vagy kiolvasztott, ha úgy tetszik. Jöhet a sűrített tej hozzá. És mint említettem, nektek majd kiírom a sűrített tejet is, hogy hol vásároltam, vagy ha nem említettem be, hogy egyfajtával dolgozzatok, akkor biztosan jól sikerül, tökéletes. Jöhet a nagyon pici kókusz, kókusz aroma, természetesen ha van kókuszlikör, lehet azt is alkalmazni. Na most, így szépen befele, nagyon-nagyon óvatosan el kell kezdeni kavarni, és lényegében egyetlen egy perc alatt gyönyörű szépen össze fog állni a massza. Nézzétek meg, folyamatába gyönyörű szépen veszi fel a kókusz. Ebben a pillanatban meg is vagyok az eldolgozással, és mutatom nektek, egy nagyon-nagyon kicsit elhúzom. Már most ebben a pillanatban nagyon-nagyon kényelmesen és precízen tudnánk formázni, de ettől függetlenül egy nagyon picit be fogom tenni a hűtőbe. Mutatom nektek, na jöjjön még egy picurka, egyszer jó összenyomom, és ebbe a formába már jöhet lényegében a golyózás. Gyönyörű szép golyók, de viszont még jobban, még szebben tudok vele dolgozni. Ugye egy picit a vaj húzzon meg benne, beteszem a hűtőbe egy 4 óra, 20 perc, jövünk, és mutatom nektek a továbbiakat. Egyébként nézzétek meg, ez is már szépséges, de várunk egy picit. Eltelt körülbelül egy jó 15-20 perc, nagyon kényelmesen megebédeltünk. Igaz, késő délutáni ebéd, de annyit hagytunk a pociba, hogy ezek a jóféle kis golyók beleférjenek még. Na,
imádjuk, nagyon szeretjük, és nektek is tiszta szívből ajánlom. Megpihent a tészta, és mutatom nektek, egy nagyon picit még hozzácsípek, kb. Egy olyan 15-18 g-os gombócokat szoktam készíteni, és csak a papírforma szerint, hiszen ha belekerülnek, akkor már legyenek egyformák, nézzenek jól ki, 18-09 tökéletesen benne van még a keretbe. Egyszer ráformázok egyet, jöjjön egy török magyaró, belenyomom, összetömörítem, fontos, ne legyen levegős belül, hiszen akkor nem tudnánk szépen megformálni, mint ahogy most teszem. Ennyi az egész, nézzétek meg, egy gyönyörű szép gojszi született, jöhet a kókuszreszelékbe, épp amennyit fölvesz, nem kell több, tökéletes, jöhet az első kis kosárban. Na, ezzel megvagyunk, megyünk sorba, drazsé, mandula és török magyaró, tudjátok, ahogy mutattam, vagy éppen aki, és úgy szeretné, ez sok lett, aki úgy szeretné, de ezt is azért mérjük, 19, egy picit lecsípünk, aki úgy szeretné, akár üresen is lehet hagyni, 17-95 tökéletes, és mindjárt mutatom a farmát, egyszerűen meggojszlizom, egy nagyon szép kis gömböt alakítottam ki, gombóckát, egy nagyon picit megmártom a sűrített tejbe, és egyszerűen a mogyoróba, tölt mogyoróba, és így kerül a következő, a másik kosárba, ez csak egy lehetőség. Tehát vagy töltitek, és a töltitek különböző mogyoró, mandula, vagy éppen drazséval, színek szerint meg tudjátok különböztetni, hogy melyikben mi van, tehát ezért célszerű mondjuk a színes kosár, tökéletes. Jött a következő, így fogok végig elmenni, természetesen ha megvagyunk, akkor megmutatom nektek az összeset. Ez egy jóféle mandulás cucc lesz. Elkészültek a jóféle Raffaello golyók, és egyetlen egy kitérő nagyon gyorsan, ugye ez természetesen nem 100%-osan ugyanaz, mint amit a kis papír dobozba az üzletben megkaptok, hiszen az egy teljesen más technológia. Na de viszont, egyet higgyetek el, nagyon-nagyon finom ízvilág, láttátok, pikpak csicsa, dildóra szoktam volt mondani, el lehet készíteni, vendégségbe kihelyezhető az asztalra, mindenki imádni fogja. Szoktam volt azt is mondani nektek, ajándék. Hú, ez a mániám az ajándék, de én ha megyek valóban esküszöm, ilyeneket szeretek vinni. Ez egy tök jó dolog, és én úgy gondolom, aki kapja, az talán jobban örül, mint egy doboz bombonnak, vagy sorolhatnám. Tehát javaslom nektek egy kis papírdoboz, bele ezekbe a kis papírokba, egy masnival átkötni a dobozkát, ha valaki kinyitja, higgyétek el, oszlatlan lesz a siker. Egy picit tört mogyoró, vagy éppen darált mogyoró, török mogyoró egybe, mandula, drazsé, és mint említettem, akár tudtok választani aszalt gyümölcsből, egy kis aszalt medgyet beletenni, aszalt barackot, teljes mértékben rátok van bízva. A tésztával kapcsolatban, ugye ez is egy gyúrt tészta, ha jól vesszük, tehát ha úgy nézzük, akkor ez is ugyanaz. Tehát, amikor összegyúrjátok, és majd a sűrített tejet is kiírom nektek pontosan melyik fajta, mert sűrített tejből is nagyon sokfélét lehet kapni, valamelyik lazább, valamelyik sűrű, folyékonyabb, vékonyabb, ha így mondhatnám, ki fogom írni a leírásba a típusát, hol tudjátok megvenni, és akkor nem lesz csalódás, pontosan ugyanígy fog összeállni nektek a tészta. És a tésztával még egy dolog, ha úgy érzitek egy nagyon picit a kókuszreszelék miatt, mert előfordulhat, kókuszreszelékből is ezer típus, picit szárazabb a tészta, nem kell megijedni, egy pici sűrített tej hozzá, vagy éppen, ha a másik receptet alkalmazzátok, amit majd kiírok, egy picivel több mascarpone-t tegyetek hozzá, összekeveritek, csodálatos lesz a végeredmény. Ide kihelyeztem pár ilyen kis ünnepi papírt is, be lehet szerezni őket, és tényleg, ha egy ilyet letesztek valahova, teljes siker lesz. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel, készítsétek el az ünnepekre, vagy bármilyen alkalomra. Szevasztok, jó egészséget! Harapunk. Nagyon-nagyon finom. Mogyogos.